Mire végezel, apa csak így csak nézi a tévét, és csak felszik. Mikor már öregek leszünk, akkor a fiúk csak lustálkodnak, és a lányok meg ők mosogatnak, meg ilyenek. A anyukák leszünk, vagy ilyen, és akkor mi is az fogjuk lehet, hogy csinálja, mint az anyukánk. Ez egy feladatszervező. Mindegyik szín tartozik valamelyik családtaghoz. Az egyik lesz az anyukátok, a másik az apukátok, a harmadik ti, és miután megvannak a feladatok, ide szépen tehettek egy pöttyöt, hogy aznap kivégzi el azt a feladatot. Én lehetek a kék? Legyen. Apa, ki fogja takarítani a WC-t? Jó. Port töröz hétfőn? Igen. Apa, szerinted ez így igazságos? 19 dolgot csinálunk egy héten. Szemetet levédni ki szokott? Én! Komolyan? Nem! Apával bevásárolhatnék. Tényleg? El akarsz WC-t takarítani? Igen! Én benne vagyok. Megcsináltad a fürdőszoba takarítást? Nem. Nem tudok mást mondani rá. Nem fogom megcsinálni. Anyának volt a legtöbb matricája. Igen, azért igyekszél összeszedni magam. Gyere, csukjunk be. 1, 2, 3. Láttuk, hogy kitől mit lehet elvárni. Készítjük ezekkel az új generációs cukrokkal. Én vittem ki a kukát. Mindenkinek ki kell venni a részét a dolgokból. Nulla. Hát nem baj, egy kicsit több. Jó! Most jó ezt együtt is csinálni. A szervező maga az szerintem azt be fogjuk vetni komolyabban a későbbiekben. Ott marad, legyen egy ilyen látható jele, hogy dolgunk van. Innent együtt csinálunk. Elosztjuk a munkát. Mindenki kiveszi belőle a részét, hogy senki se fáradjon el. Így elég időnk jut a boldog pillanatokra. A változás otthon kezdődik. Tedd meg te is az első lépést, és töltsd le a CEVA feladatszervezőt a ceva.hu-ról. CEVA. Gondoskodni együtt jó.